Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na helló, srácok! Ebben az epizódban erről a 6 darab kis mini robotlámpáról lesz szó, meg a jó öreg Cerebellum vezérlőről, ez esetben egy Digi 64U, egyébként, ha jól tudom, az U felirat, azaz USB-t jelölné, ezen pedig ott vigyorog a soros port, mindegy, működik most már. Ugye ez volt az első ilyen, amit megjavítottam. Leszögezem itt az elején, hogy senkinek sem ajánlom, hogy ilyen vezérlőt vegyem most már. Mert amik a piacon vannak, azoknak a nagy része már haldoklik, különböző karaktereket ír ki, iszonyatosan lassú. Ez annak köszönhető, hogy elfogyott az írási periódusok száma, és az a kis chip, amiben ír, az olyan, mint az SSD, meg van adva neki, hogy egy bizonyos számú írást tud, és utána az sajnos megfárad, és gyakorlatilag ezeknek már nagy részének mindez a baja, ennek is ez volt a baja. Én kicseréltem benne azt a kis chipet, hogyha megnézitek a videóim között, már kettőt megjavítottam, és azóta is szolgálatot teljesítenek ez is, bár ez csak kiállítási darab számomra, mert ezt nem viszem sehova. Még a végén ezen is átmennek. A másik meg egy srácnál van, és ő is használja mai napig. Na mindegy. 6 darab robotlámpáról van szó. Külsőre tök egyformák, ám de ha megmozgatom őket, akkor látszik, hogy az a 3 és ez a 3. Az más ívásúak, bár egyébként teljesen ugyanaz a belső felépítés is, minden ugyanaz, valószínű a szoftverben van eltérés, és ez látszódik abban is, hogyha fényerőt adok rá, és mondjuk elkezdem a nem a szint, hanem a gobót. Tehát a gobó is ugyanaz, viszont látjátok, hogy a baloldali 3, az később kezd el gobót váltani. Ugye ezeknél 10-esével van a gobóváltás, mint ahogy látszik is, hogy azt mondja, hogy nullától 10, itt pedig már 8-nál. 0-tól 8, ugye ott azon a 3-on már van gobó, ennél pedig majd csak 10-nél lesz. Igen, 11-nél már átváltott az is. Ott itt valami kis fókuszbeli probléma van itt a szélsőnél, de hát ezt gyorsan orvosoljuk. Nézzem már ki szépen, és még van egy másik különbség ezen kívül, hogy egyébként a gobók ugyanazok, de egyébként a LED színhőmérséklet sem ugyanaz. Még van egy eltérés, ami látszódik is, hogy az a 3 föntebb van, ez a 3 pedig lentebb, az pedig abban rejlik, hogy ez a 3 ezt teljesen le tud bukni, ezek pedig nem. Bár fizikailag képesek lennének rá, de a szoftver nem engedi. Erre kitaláltam, hogy van 3 ilyen panelem, amiben megvan az a kis vezérlő. Át fogom tenni majd egy olyan panelbe, és megnézzük, hogy akkor mi változik. Ugye itt sebességben is van különbség, bár mondom, a motorsebességnek egyformának kéne lennie, mert hogy tök ugyanaz a belső felépítése. De látszik, hogy csak a pan motornál van ez. Itt nincs. Na de nem ezért csinálom ezt a videót, hanem meg akarom nektek mutatni ezt a hát hány éves vezérlő vagy tetesizsák. Azt mondja, nincs ráírva véletlenül. Szerintem ilyen közel 20 vagy 25 éves vezérlő. És hogy akkoriban milyen csodák voltak.
hogy ilyenek így alapból benne vannak. Ezek a sépek. Jó, mondjuk ezt már én csináltam meg, hogy így eltolva legyen. Ez egy alapkör egyébként. Ezt csinálják a lámpák. Tehát leírnak egy kört. És akkor úgy csináltam meg a sépet, hogy más-más időpillanatban lépjenek be a lámpák. Itt mutatja egyébként, hogy ugye van kör, van fektetett, 8-as háromszög, négyszög, vonal. Hát ez mondjuk legyen egy homokóra, egy W és egy fektetett S betű. És nyomok be egy kis füstöt, ha már itt van még ez a kis cuki füstgép. Meg akarom nektek mutatni, hogy 20 éve a magyarok milyen király cuccot csináltak. Ez zseni. Leoltom a lámpát, hogy látványosabb legyen. Egyszerűen imádom. Nem tudom, miért vagyok így erre a dezelektrikes vezérlőre ráizgulva, de egyszerűen imádom. És akkor megmutatom nektek, hogy mennyire egyszerű egy ilyen sépet elkészíteni vele. Be kell ide lépni, úgyhogy nyomjuk mind a két gombot egyszerre. És akkor itt van egy alakzatszerkesztés, programszerkesztés, sequencer, preset, de nekünk most az kell, hogy alakzatszerkesztés. Na és akkor. Ugye itt a shape 1, shape 2-be már raktam valamit. Ide rakunk a shape 3-ba. Csinálok ide egy kis fényt, hogy lássatok ti is valamit. Mert ez így elég kiábrándító lesz. Így, né? Ez pont elég fény arra, hogy lássátok ezt a vezérlőt. Így. És akkor itt ugye kiválasztottam, hogy az egyes shape-ben van a kör, itt az eltolt kör, a hármas shape az üres. És akkor ide belemegyünk, hogy edit shape 3, most nem akarom elnevezni. Itt ami nézzük meg, hogy mit csinál akkor, hogyha jaj, itt ki kell jelölni, hogy mely lámpákba akarod ezeket a mozgásokat. Kijelöltem mind a hatot, itt mutatja, hogy villog. Akkor belemegyünk, hogy enter, most, hogy ott miért van karika, a többiben meg kör, ez egy jó kérdés, vagy négyzet, nem mentjük. Tehát. Azért. Így, na most már mindegyikben az van. És itt már mutatja is ezt, hogy ő itt vadul elkezdett rángatózni. És mindegyiket átfordítom egy adott irányba, ezzel a kis tekerőkével. Mindent lenullázunk. Mert hogy itt a tolópotikkal be tudom például állítani a mozgás szélességét, magasságát, sebességét, az irányát, hogy merről merre. Forgás on-off, erre még nem jöttem rá, hogy mi. Van itt egy kezdőszög, ezeket így be lehet állítani. És látjátok, itt van a szélesség. Ha a szélesség potit mozgatom, akkor mozognak a lámpák is. Elindítom magát a programot a sebességgel, hogyha feltolom a sebességet, meg adok neki egy kis szélességet. Meg egy kis magasságot, akkor már is mutatják a lámpák, hogy mit fog csinálni, adok rá még egy kis sebességet, és akkor jobban látszik majd. Na ez tök jó, csak éppen nem arra világítanak, amerre kéne, úgyhogy a kezdőszöget arrébb rakjuk egy kicsit. Sőt, nem is. A kis tekerővel fogom ezt az egészet elpozícionálni egy olyan irányba, ami már nekem tetszik.
mondjuk így, és átfordítom a fejét. Így, és akkor a szélességből lejjebb veszünk egy kicsit, mert nem kell ennyit fordulni. Meg ebből is lejjebb veszünk, a magasságból is. És akkor még mindig nem oda világít, ahol én akarom, mert én azt akarom, hogy a marra világítson, akkor ezzel a tárcsával forgatok rajta egy kicsit. Meg hogy lejjebb. És akkor ugye már is csak ezt a vonalat csinálja, ami ott látszódik. Ez mondjuk szkennernél látványos mondjuk, de... De szerintem tök jó. Akkor meg lehet csinálni ezt elcsúsztatva egymáshoz képest, hogy beállítom azt, hogy a kezdőszög az itt legyen, és akkor mindegyikből visszaveszek a kezdőszögből mondjuk 50-et. 300, a második már csak 250-ről induljon. A harmadik már csak 200-ról. A negyedik már csak 150-ről. Ez már csak 100. És ez pedig 50. Na, akkor látjátok, hogy mindegyik egy kicsit elcsúsztott van a másikhoz képest. Ezt most el is mentem, ezt ide beraktuk a harmadik shape-be. Kilépek innen az egészből, hosszan megnyomva bele tudunk lépni a shape-ekbe, és akkor kiválasztom a hármast, és már csinálja is a mozgást. És belépek itt a manuálba. Na. Kiválasztom a 6 darab lámpámat, és adok rá fényt. És egyszerűen zseni. Most mondjátok meg, hogy nem zseni. Hopp. Persze itt aztán színezheted, meg formázhatod, meg itt azt csinálsz, amit akarsz. Ja, meg még ebben is van eltérés, hogy az egyik az teljesen körbeforgatja a tárcsát, még a másik sokkal lassabban váltogatja a színt. Ebben nincs meg ez a rainbow effekt. És ezt mind meg tudod csinálni ezekkel a shape-ekkel. Persze attól függetlenül tudsz magadnak írni bele programot, de mennyivel egyszerűbb, hogyha már van benne egy ilyen. Ja, meg ez is nagyon tetszik, hogy például erre a gombra, amikor létrehozod a lámpákat, mert ebbe el tudod menteni magát a lámpát, létrehozod a lámpákat, akkor megadod a stroboszkóp csatornát, és akkor egy gombnyomásra elkezdenek stroboszkópozni. Itt is tudsz csalni például, hogyha kijelölsz egy lámpát, és elkezded villogtatni, mondjuk azt, aztán kijelöd a másikat, azt egy tök másik ütembe kezded el villogtatni, meg ezt is, meg ezt is. Meg még egyet. Meg még egyet. Nyomok be még egy kis füstöt. És akkor látványosabb lesz. Na, mit szóltok? Zseni ez a vezérlő, vagy zseni? Mondom, ettől függetlenül nem biztatok senkit arra, hogy vegyen ilyet, mert valószínű hibásat fog venni, vagy ha nem hibás, előbb-utóbb
az lesz. Bár mondom, nagyon szívesen megjavítom, ha meg tudom, de... Na, milyen menci már? Nézzük, hogyha kilépek a manuálból, és mondjuk elkezdem az egyes sépet nyomni. Kis karikát. Akkor itt például látszik egyébként, hogy azok lejjebb mennek. Bár persze programban ezt is meg lehet írni, meg ezeket a színeket is mindent ki lehet küszöbölni programírás közben. Csak hogy nyűgina. Ezért szoktam nektek azt javasolni mindig, hogyha akartok venni 4 robotlámpát, ne kettesével vegyétek, mert amit legközelebb vesztek, már korán sem biztos, hogy azokat a lámpákat fogod kapni. Meg a stroboszkóp sebesség sem egyforma. Látjátok, ez a 3 iszonyatosan gyorsan villog, szinte nem is látszik, az meg látszik, pedig ugyanazon az értéken vannak. Milyen jól néz ki, hogy ott ki jön a fény belőle. Most belenyúltam a programba, azért hagyta abba. Mert hogy itt is bele tudsz nyúlni, és akkor odaforgatod ezt a sépet, ahova akarod. Ugye most itt mozgatom a panoráma mezőt, és akkor arra fordítom a kört, amerre akarom, meg a irányát is, hogyha akarom, akkor ide fölrajzolja a kört. Sőt, mi több, a kis tárcsával finomabban tudom állítani. Na jó, ez csak egy rövidke epizód volt, meg akartam nektek mutatni, mert így nosztalgiázgatok most. És be voltam zsongva mindig is ebbe a dezelektrikes témába. És hála egy nagyon kedves úriembernek hozzájutottam egy ilyen vezérlőhöz. Nem vinném már sehova, az tény. Ki nem vinném a házból, nehogy tönkre menjen, de egyszerűen imádom. Na jó, srácok, el vagyok menve. Csak meg akartam osztani veletek az örömömet, hogy nem tudom miért, hogy én képes vagyok otthon kirakni 6 robotlámpát, hogy nyomkodjam. Csak azért, mert egyszerűen tetszik a szememnek, amit látok. Képes vagyok ezt csinálni. Nem gondolnám, hogy teljesen éppen mélyű vagyok, de hát most őszintén melyikünk az, aki ilyennel foglalkozik, mindenki bele van ebbe pistulva rendesen. Na jó van, sziasztok!